Köszöntöm nézőinket, Szerdán esti időben című műsorunkat látják. Kiváló színész a vendégünk ma, Bardóczi Attila, szeretettel köszöntelek. Jó estét kívánok a nézőknek. Bardóczi Attila neve nagyon sok mindent fémjerez, de egy biztos, hogy remek énekszámokat és színpadi produkciókat fognak látni a beszélgetések megszakításaként, vagy mondjuk azt, hogy remek színpadi produkciók lesznek, és azt időnként megszakítgatjuk majd egy-egy sztorival, hiszen az életén megpróbálunk végigmenni, egy csodálatos pályafutást fognak majd látni. Bár hogy ez mennyire csodálatos, azt nem tudom, de ezt majd Attila el fogja mondani. De én azt mondom, kezdjük az egészet zenével. Jó. És méghozzá egy francia sanzonnal, méghozzá azért, mert téged nagyon sokan azonosítanak a francia sanzonokkal, és azt mondják, hogy Magyarországon te vagy az, aki a legszebben énekli ezeket a dalokat. Indítsuk tehát ezzel a beszélgetést. Miért a Padámmal kezdtük az adást, illetve a beszélgetést? Hát kíváncsi vagyok. Ezt is hadd köszönjem meg, mert olyan szépeket mondtál itt előttem a szám előtt rólam, hogy tényleg zavarba jöttem egy picit, de nagyon köszönöm, nagyon kedves vagy. Na, visszatérve a Padámra, azért, mert ez a dal valahogy végig kíséri az egész pályámat. Mikor érettségiztem, az Apácaiba jártam, és volt egy vetélkedő, amit a rádió hirdetett meg, francia nyelvű vetélkedő volt, és hát ez 78-ban volt, tehát még egy egész más világot éltünk, és az volt a nyeremény, hogy az a csapat, amelyik nyert, tehát az ország összes gimnia indult, amelyik nyert, az kapott egy kéthetes utat Franciaországba. Egy hét Riviera, egy hét Párizs. És emlékszem, a többfordulós volt a dolog, három fős csapatok indultak, és a döntő a rádióban volt, és volt egy olyan momentum, hogy kell énekelni, és addig ilyen, hogy mit tudsz Franciaországról, meg tehát nagyon okos dolgokat kellett tudni, tudtuk, tehát rendben voltunk, és akkor valamit kellett énekelni, és akkor mindenhonnan jöttek ilyen kislányok, kisfiúk, és énekeltek nagyon szépen, arányosan ilyen népdalokat, francia népdalokat, gyerekdalokat, én meg, miután már akkor nagyon imádtam a műfajt,
kipattantam, és a padámot ellöktem franciául. Hát ez most nagyon fellengzősen hangzik, de tényleg így történt. És akkor olyan, tehát ott eldőlt, hogy megnyertük a versenyt. Megnyertük a versenyt, egyébként a színművészetére is vittem a felvételire. Ott is emlékszem, azt mondták, hogy a harmadikon, mert a kettő között voltak ilyen beszélgetések, második-harmadik forduló között voltak beszélgetések, és azt mondták, hogy ezt feltétlenül énekeljem el. És azóta ezt mindig műsoron tartom, pedig te tudod jól, hogy ez női szám. Mondjuk hál' Istennek elénekelhető férfi által is, nem olyan a szövege. És hát azóta mindig megbizonyosodom róla, hogy ez egy isteni szám. Hát biztos, hogy ezzel mindig siker van. Igen. És egyébként tényleg egy nyitó szám is. Tehát igen, ezzel egy műsort be lehet vezetni, oda lehet tenni magát az igen embernek. Nagyon sok érzelem, nagyon sok keménység, nagyon sok keserűség van igen benne, úgyhogy tényleg olyan, igen, ami ennek kell lenni. Na, érdekes egyébként, nem tudtam, hogy ez fog az egészből kiderülni, de akkor ez a Pádám mind a Franciaország iránti szeretetedet, mind a Sanzon iránti igen szeretetedet fémjelzi, és ott van minden kilométer. Kopog, ugye, mint minden kilométerkőnél ott kopog nekünk ez a dal. Miért pont a francia szakot választottad annak idején, és miért volt kötődésed a francia nyelvhez? Hát én francia szakot igazából nem választottam sehol, tehát inkább csak annyi volt, hogy oda kerültem, de valóban van egy előzménye a magyarországi életemben. Volt egy kis törés, hogy mi pedig kikerültünk gyerekkoromban Algériába. Apukám ott dolgozott, és ugye mentünk vele, 4 évet ott töltöttünk. És akkor még Algéria egy nagyon erősen két hivatalos nyelve is volt, ország volt, és automatikusan adódott, hogy ráragadt az emberre, és az egy 4 év hosszú idő, 10-től 14 éves koromig voltam, elég fogékony időszak az egy gyerek életében, és az a szerencsém volt, hogy ott voltam. Tehát gyakorlatilag mind a két nyelv rám ragadt nagyon erősen, jártam is ott iskolába egyébként, és utána már inkább az volt a jó, hogy sikerült úgy alakítani az életmenetemet, hogy ez a tudás rögzülhetett, sőt, fejleszthettem is. Tehát már rátanultam, nagyon sok mindent csak ösztönösen tanultam meg, de hogy miért úgy kellett mondani, vagy hogy kellett írni, azért ott voltak gondok, de most már hál' Istennek nincs. Ez az algériai kiküldetés, ez még milyen szempontból volt a francia nyelven kívül meghatározó az életedben? Mi az, amit onnan tudtál hozni, és amit tudsz használni, vagy tudtál használni utána a további életedben, mert azért ez egy teljesen más kultúra? Hát ez egy nagyon jó kérdés, nagyon köszönöm, ezt soha nem szokták ezt föltenni, pedig ez benne van az emberben. Nekem rengeteget hozott. Tehát már azt leszámítva, hogy pont 10-től 14 éves koromig, amikor ott lettek a barátaim, az ismerősök, majdnem, hogy félig meddig ott szocializálódtam, persze nem teljesen, de hát mégis, mert ugye ott lettem kamasz. Tehát ott egy csomó minden élmény akkor ért, ami ha itt ért volna, tehát amilyen élmények itt értek volna, biztos, hogy másmilyen vagyok. Én nagyon-nagyon megtanultam ott, vagy megéreztem azt, hogy mi az, hogy egy teljesen más kultúrájú emberek között élek. Tehát a tolerancia az emberben automatikusan adódott, hiszen teljesen más kultúra. És tényleg, tehát a barátság lehet emberek között, de nyilván az ember észleli, hogy hoppá, ez náluk másképp van. És ez nem baj. Ez meghökkentő volt akkor számodra? Először igen, hát először nagyon. Mi volt a legfurcsább bennük? Vagy az ottani életstílusban, egy magyar kamasznak, rengeteg, kis kamasznak. Tehát ez egy hosszú lista. Eleve kezdjük, hogy egy muzulmán kultúra. Ugye addig mi erről csak úgy hallottunk távolról, maximum ugye a török elnyomás kapcsán, hogy ezt megélni, hogy egészen más, hogy nincsenek templomok, hogy nem harangoznak, a müezzin van, jön a ramadán, ami egy hónap, és egy hónapig nem esznek, csak este, éjjel, akkor az rengeteg gyerek van, ugye hát ott nem szabad elvetetni a gyerekeket, tehát abban egy asszony teherbe esik, sőt, az a büszkeség, minél több gyerek van, akkor az, hogy a fiú gyerekeknek milyen privilegizált szerepük van egy családban, meg egyáltalán, hogy milyen más a férfinői kapcsolat, milyen más a ruhájuk, milyen más a zenéjük, hát teljesen más, milyen zene van, mások a szavok, ugye más például birkahúst tesznek, ami nagyon finom egyébként, de hát azért annak van egy szaga, főleg akkor, hogyha az ember ugye nem
élte még ezt meg. Tehát rengeteg minden más. Arról már nem is beszélek, hogy ugye ekkoriban ez 70-ben volt, mi nem mentünk nyugatra, és akkor ez még nyugat volt. Igen. Tehát ez az egész úgy együtt úgy összegyűrődött, vagy gyúródott egy ilyen sommás nagy élménnyé. Amikor azt mondtad, hogy furcsa volt itt, majdnem mindenkre rá tudnék külön kérdezni, igen, de itt az, hogy a fiúknak mennyivel privilegizáltabb a lehetőségük, ez ott miben nyilvánult meg? Hiszen nem jártatok együtt iskolába, vagy milyen volt az iskolarendszer? Nagyon nem tudunk róla semmit. Hát ami akkor ugye meglepő volt nekem, hogy teljesen külön fiúiskola, külön lányiskola. Tehát teljesen szeparálva vannak a nemek, már gyerekkoruktól kezdve, és ahogy nőnek, még inkább. Hát például elég egy olyat mondani, hogy az esküvő, tehát egy hagyományos mohamedán esküvőn külön vannak a nők, és külön a férfiak. És igazság szerint a menyasszony és a vőlegény a nász éjszakán találkozik először. Tehát ez nem úgy van, mint itt, hogy járunk, vagy ha nem, hát ma már ugye járunk, ezen túl vagyunk, de hogy ha nem történik intim kapcsolat, akkor is napi kapcsolatban vannak, találkoznak egymással, elmennek egymás rokonaihoz, szüleihez, stb. Ott ez nincs, akkor külön van, a nők külön járnak fürdőbe, a férfiak, hát ugye nagy fürdőkultúra van, az egy egész napos program, hogy kivonul a család, ugye a nő, az asszony, amikor női nap van, akkor viszi a gyerekeket is, a kisgyerekeket, a férfiak meg csak ők. És hát például kávézóban nem mehet be nő, nincs nő. Egy-két nagyvárosban, ilyen nagyon laza helyen, például Tuniszban ott már van, hogy fiatal lányok, akik teljesen európiran öltöznek, vagy akár egy fátyollal a fejükön, vagy kendővel a fejükön beülnek, de akkor ez még nagyon nem volt, és hát nő be nem tehette a lábát, a férfiak viszont ott ültek, tehát mindent úgy tűnt nekünk, hogy mindent a férfiaknak szabad. Elkanyarodtunk a művészi pályáról, de annyira érdekes dolgokat mondasz, és így még ezzel nem találkoztam, és szerintem a nézőket is érdekli. Anyukát hogy élte meg ezt? Hú, nagyon rosszul. Nagyon rosszul, egy nagyon jól menő, sikeres fodrásznő volt itt Magyarországon, és akkor úgy mehettünk csak ki, hogy apámmal aláírattak egy papírt, hogy senki a családból ott pénzt nem kereshet. Hú. Tehát csak ő dolgozhatott, és hát anyám a jó kis fodrásszalomból, ami a Váci utca közepén volt, kikerült egy kis algériai kisvárosba, ahol nyáron 40 fokok voltak, és a lakás négy fala között kellett ülni. Nagyon rosszul, nagyon rosszul. Egyébként rá is ment erre. Tehát mikor hazajöttünk, sajnos utána néhány évvel meg is halt nagyon fiatalon, és ez azt hiszem neki be is tett. Tehát nem egy nőnek, aki nem dolgozik, és főleg egy aktív nőnek, ez szörnyű. Ez szörnyű. Mi az, amit megtartanál abból a kultúrából, vagy amit megtartottál magadnak, vagy egyáltalán volt-e ilyen? Rengeteg minden. Tehát én nagyon szerettem, és nagyon szeretem mai napig, nagyon szeretem az ételeiket. Remek konyha van. Na, rengeteg mindent ott szerettem meg, például az olajbogyót, ugye, mert azt nem ismertük akkor itt Magyarországon. Akkor a kuszkusz, nagyon jó a kuszkusz, az észak-afrikai kuszkusz. Meg a nagyon tetszett, hogy furcsa, ugye, mert ma nagyon sok negatív sztereotípia alakult ki a muszlim kultúráról, de borzasztóan nem ilyen az átlag arab ember. Nagyon-nagyon, nagyon büszke nép, de ha közel enged magához, akkor olyan baráti, tehát úgy a keblére ül el, tehát minket hívtak meg ilyen családi ünnepélyekre. Na most tudni kell, ott ugye egy család az ilyen 50 főnél kezdődik, hiszen sok a gyerek. És az egy nagyon nagy dolog. És a zömük, az arab emberek zöme nem gazdag, inkább szegény, tehát egész más az anyagi viszonyuk, mint nekik. De mondom, az olyan fajta szeretet és adnivágyás és kedvesség és mosoly van bennük, ami nagyon-nagyon jól esik és nagyon megható. De mondom, nagyon büszkék, tehát nagyon tudni kell, hogy mi az, amit nem szabad. Csodálatos, hogy megélhettél egy ilyen pár évet, ha bár vannak benne szomorú vonatkozások is itt édesanyád kapcsán, de azért biztos, hogy nagyon sokat adott neked ez időszak, és aztán a művészi pályafutásod alatt is tudtad majd hasznosítani. Na, ehhez a részhez milyen zeneszám illene szerinted, mert most zenélni fogunk. Hát ehhez a részhez akkor szintén egy francia dalt ajánlanék, a Hymnusz a szerelemről, amit te is ismersz, és gondolom a nézők is, egy gyönyörű Edith Piaf dal, mert ez anyukám nagy kedvence volt. Akkor következzék ez.
Folytatjuk beszélgetésünket itt szerdán estidőben. Bardóczi Attila színművész a vendégem, csodálatos francia dalokat hallottunk, de aztán lesznek majd még műzikelek, meg operettek, meg minden egyéb más is, ami szintén meghatározó a francia dalokon kívül az életében. Az első része ugye a beszélgetésnek az ifjúságról és a francia nyelvhez való kötődésről, illetve Algériáról és az alapkultúrához való kötődésedről szólt. Láttál-e kint színházi előadást? Nem. Akkor az ottani színművészeti világban nem tudtál betekinteni. Nem, honnan jött utána a színház vagy a színpad iránti vágyad? Hát az már itthon volt. Mondjuk mindig nagyon szerettem ugye énekelni, még gyerek nem szeret, és még itthon voltam, a Táncdal Fesztivált énekeltem, mikor kint voltam, akkor meg az ott menő számokat, és mit adtak ott? Ugye Montan volt, Piaf volt, tehát akkor ezeket énekeltem én is ilyen dezodoros flakonban, hát ahogy szoktuk. És akkor hazajöttem, a gimit már itthon kezdtem el, és a gimnázium alatt pedig egyre inkább éreztem, tehát vonzódtam nagyon a pálya felé, és úgy éreztem, hogy szeretném csinálni. Emlékszem, elmentem, volt ilyen előadói szakkör, ami egyébként nagyon jó volt ott a gimibe, és utána nagyon nagy találkozásom volt, amikor 16 éves koromban lekerültem a Pince Színházba, a Keleti Pista bácsi vezette, és hát az egy meghatározó élmény volt, ez egy fantasztikus közösség formáló erő volt, és közösséget is formált, és rengeteget adott, de úgy, hogy tehát nem ajnározott minket a Pista bácsi, fantasztikus pedagógus volt, és volt egy nagyon-nagyon jó vitriolos humora, de sose bántott. És lényegre tapintó volt, és mindig szeretettel csinálta, és hát nagyon jó előadásokban voltunk benne. Volt a Helység kalapácsa, az Emberke tragédiája, akkor a Csapeknek a jelenetek a rovarok életéből, és még nagyon sok más, és állandóan készültünk újakra, mentünk ilyen fesztiválokra, mindig jöttek új emberek, fiatalok, hát nagyon sokan kerültünk ki akkor. Emlékszem, velem egy napon jött le a Pincébe a Lang Györgyi, akkor ott voltak, a Lippai Laci ott volt, a Pusztaszeri Kornél már utánunk,
előttünk jó néhány évvel a Sörös Sanyi, Szakácsi Sanyiék, tehát nagyon-nagyon jó nevek kerültek ki onnan, és folyamatos képzés volt közben. Tehát mi lementünk az iskola után, délután, volt mozgásóra, beszédóra, és próba, mindez este, minden áldott este csináltuk. Vagy nem tudom, hetente kétszer-háromszor, már így nem emlékszem, de nekem úgy tűnik, hogy minden este, mert olyan jó volt. És nyáron meg lementünk Bajára, volt tábor, pincés tábor, és akkor ott laktunk Baján a szállodában, nappal órák a szigeten, átmentünk a szigetre, és akkor csináltuk. Ez nagyon jó volt, nagyon volt a hangulat. Az a természetesség, amit te hozol magad, és az adás elején mondta Attila, hogy meglepődött, hogy annyira megdicsértem. Én most színházi előadásban talán kettőben vagy háromban láttalak, de nem olyan rég, ugye nem olyan rég, 5-6 éve, a Terézvárosban, a Terézvárosi napokon francia napok voltak, igen, és igen. Akkor ott csináltál egy műsort, és én nekem lehet, hogy meg fogsz sértődni, de lehet, hogy örülni fogsz, még nem tudom. Tehát az a természetessége, ahogy énekelsz, az a sima stílus, az olyan, mint nekem, mint Szécsi Pálé, aki fülyén hangzik, tudjuk, hogy nem tanult soha énekelni. Egyszerűen úgy ejtette a prozódiát, úgy tudta elmondani, egyszerűen egy ős tehetség volt. Na, ezt a hihetetlen természetességet véltem felfedezni a te előadói stílusodba, ami nekem borzasztóan tetszik, mert nincs benne manír, stb. Tehát az egész olyan, mint hogy hát ez kész, ez így természetes, ahogy van. Ez a Pince Színházas évekből jött, vagy eleve magadból fakad? Hát gondolom valahol alkat is nyilván, hogy ilyen az ember. Egyébként köszönöm, hogy hozzáhasonlítottál. Nem, tehát nem követendő például, nem nagyon szeretem. Tehát Szécsit nagyon szeretem. Hát egyszerűen, igen. Az fantasztikus ez. Valahogy oda tette, és minden természetes volt, és jó volt. Igen, és akárhogy nézem, prozódiába ebbe, abba. És nem poros. Nem. Igen, tehát most igen, fölteszik igen, a hatvanas évet, csak egy táncot, olyan, mintha itt lenne. Igen. Tehát ez a nagy emberek sajátja, ez a vonás. Én gondolom alkat is, és biztos benne van a Pince Színház is, mert mondom, jó pedagógia volt, tehát hogy úgy játszani valamit, hogy az egyéniségből összerakni, tehát abból, ami bennem van, vagy ami a fantáziámmal kiegészítve benne lehet, és hát ez később a főiskolán meg ment tovább, mert nagyon nagy szerencsémre felvettek elsőre, amit akkor nagyon nagy szó volt. Hihetetlen nagy dolog, igen. És mondjuk benne volt nyilván, hogy fiú voltam, és hát ugye sokkal több mindig a lány felvételiző, mint fiú. Biztos, hogy benne volt ez is, magas, vékony, akkor még barna hajú. Tehát ez biztos, hogy mind benne volt, sőt benne kellett, hogy legyen, mert meggyőződésem, hogy nagyon rossz voltam a felvételen, tehát ez mai napig ezzel a tudattal miért kellett. Miért gondolod? Hát tudod, az ember tudja belül, hogy milyen. Jó. És fölvettek is a Horvai István, sőt, helyesebben engem még Várkonyi Zoltán vett föl. Tehát nekem kellett volna végezzek, de sajnos, ugye mi előfelvételisek voltunk, mint fiúk, és az alatt az egy év alatt meghalt. És akkor a Horvai, volt, ugye? Igen. Horvai István kapta meg a már rá mért fiú adagot, a lányokat már ő vette föl, és ő irányított minket, hát ő egy nagyon szigorú és nagyon kemény ítész volt, tehát ő egy nagyon nagy szakember volt, ott nem volt parton. Tehát a Keleti Pista bácsi után ez a jeges zuhany, de mindannyiunknak, tehát nem volt kivétel. Hát olyat megcsinált, hogy az első fél évben minden óráról úgy ment ki, hogy rosta lesz. De helyes. Legyen egész almatok, igen. Újjaj. Még egy dologra vissza akarok kérni az előző részekből. Megnyertétek azt a bizonyos rádiós vetélkedőt. Ja, igen, egy hét Franciaország, ugye egy hét tengerpart, egy hét Párizs. Hát szerintem egy ország irigyelt benneteket. Hát. Milyen volt az élményed kint? Fantasztikus volt. Hát 18 éves voltam. Hogy? És akkor ki? Izébe voltunk, Antibban voltunk egy hétig, ami a luxusa. Na nem ahol mi voltunk, de akkor is az vett körül. Tehát ilyen soha nem látott. Ez más világ. Hát ugye 78-ban érettségiztél. 78-ban volt. 78, úristen. Hát akkor kikerülni Párizsba, meg a Rivierára egy hétre. Fantasztikus volt. És ráadásul szervezett út volt, és ilyen olyan helyre kerültünk, ahol több országnak a fiataljai voltak. Voltak izraeliek, voltak franciák, nem tudom még honnan voltak. És
imádtak minket mindegyik, tenyerükön hordoztak. Tehát egy gyönyörű nyarunk volt, és akkor utána egy hét Párizs, mindent megnézni, és hát az ember előtt ott van, hogy fölvették a főiskolára, 18 éves, megnyerte ezt, itt van, tehát úgy nézett ki, hogy Egész. Igen, hogy gyönyörű. Igen, ez egy csodálatos dolog lehetett. Katonaságot hogy viselted? Hát... Ezek után kész. A mélyrepülés. A mélyrepülés. Az borzalmas volt. Hát úgy volt, hogy Párizsban voltam, mit tudom én, augusztus 30-án és szeptember 1-én Kalocsán. A forradalmi ezredben. Gyönyörű. Egyszerűen nem is fogtam, tehát nem is... Nem tudtam valahogy a különbséget bemérni. A Kalocsa tovább tartott, sajnos. Igen. Szerinted, és ez most nem a színészethez tartozik, és a művészi pályádhoz, a katonaság tett az életedhez, adott valamit, vagy pedig te is úgy gondolkodsz, mint nagyon sokan azok közül, akik azt mondták, hogy a katonaságot jó, hogy eltörölték? Én nem gondolom úgy, hogy jó, hogy eltörölték, dacán annak, hogy gyűlöltem az egészet. Nagyon sok mindent meg lehetett tanulni. Többek között az, hogy vannak értelmetlen dolgok, amiket muszáj néha elviselni. Tehát muszáj fegyelmezetten azt mondani, hogy nyelek egyet, és tovább kell menni, majd lesz ez jobb is. A másik, hogy óhatatlanul meg kellett oldani helyzeteket. Nem volt anyu, nem volt apu, nem lehetett kinek szólni, hogy jaj, most ez van, csináljátok meg. Meg kell csinálni. Férfivá váltatok? Nyilván, valamilyen szinten nyilván. Meg például megtanult mindenki ügyeskedni. Az egész ország ügyeskedik azóta, mert ott aztán meg lehetett tanulni sunnyogni, ügyeskedni, lavírozni. Ezt mindenki meg. Azt mondjuk nem feltétlenül helyes, de mégis valami fajta életre, valóságra nevelt. Valamennyi biztos, hogy kéne nem ennyire értelmetlen feladatokkal, mint ami ott volt. Na, ez volt a legrosszabb tanulság, hogy értelmetlen volt az egész így. A legtöbb értelme az annak volt, mikor kimentünk mezőgazdasági munkára, mert akkor legalább 2 hónapig szüreteltünk, és 2 hónapig dolgunk volt. A többi, most megtanították nekünk a Pershing rakétákat, most már nem hadititok, de nem, semmit nem tudok róluk, csak azt tudom, hogy elmondták, hogy a NATO-ban ez van, és most már nekünk is, nem tudom, hogy vannak-e Pershing rakéták, még létezik-e. Ebben a témában igencsak járatlan vagyok, hála jó Istenekre, még nem is rá száll szükségünk, és békében fogjuk leélni az életünket, meg még a gyerekeink is. Szóval a katonaság túlélte, utána jött a főiskola, gyomorgörcse, ugye, mert az osztályfőnök olyan volt, de akkor már azért játszottál. Most itt nézem itt a színházi szerepeidet, és az elsők között van, nem tudom, ez itt a érdemes ránézni Attilának egyébként a honlapjára, mert ugye meg a Wikipédiára is, itt kronológiai sorrendben vannak a színházi előadásait felsorolva. Itt a képzelt riposzt portal indul, aztán az In Memoriam, Szörényére vette, Kőműves, Kemen, stb. Tehát akkor a főiskolás évekre tehető a képzelt riport? Igen, mert ugye másodévtől prózisták voltunk, másodévtől hogy egy prózistára? Prózai szakon. Tehát akkor még nem volt musical szak? Operett szak volt. Abból lett egyébként. Most is az, most musical operett, akkor operett musical szak volt. Tehát a súly eltolódott. Prózai szakon végeztünk, és ugye harmadik évtől kezdett, tehát 2 évi színház gyakorlat volt, és miután mind a két tanárunk, a Horvai István és Kapás Dezső a Víg Színházban voltak, mi a Víg Színházba kerültünk, és beálltunk futó előadásokba többek között. Az első pont igen a képzelt riporta volt, utána volt az In Memoriam ő, és hát a híres nagy Kőműves Kelemen első előadásában, ami volt, mi voltunk a kőművesek. Az egy nagyon nagy élmény volt. Milyen volt az első színházi élményed? Itt a színházon belül? Igen. Tehát, hogy amikor legelőször színdarabba színpadra álltál. Emlékszel arra a pillanatra? Hát igazából arra emlékszem, erre ugye annyira nem, arra emlékszem, hogy az, hogy Víg Színházba bemenni, hát ez tehát... Tehát akkor az volt a színház. És bekerültem a Pesti Színházba, ugye, ami a Víg Színházhoz tartozott akkor is, az Orfeusz alászál című előadásban, ahol a főszerepet Rutka Éva játszotta. Na, arra emlékszem, hogy az nekem egy olyan élmény volt, amit az ember úgy érez, hogy most itt porcelánok között vagyok, és Uramisten, szabad-e levegőt vennem, egyáltalán méltó lehetek. Nem, mint a bárki is ezt éreztette volna velem, és hát
az Éva nem csak fantasztikus művésznő volt, egy olyan eleganciája, olyan finom asszony volt, kívül-belül gyönyörű volt, és olyan kedvességgel viszonyult mindenkihez, például a kis kezdőköz, mint mi voltunk, tehát akkor is, hát azért Rutkai Éva, és emlékszem, hogy gyönyörű, hosszú vörös, akkor még hosszú vörös haja volt, olyan szép volt az a nő, és ahogy az játszott, és akkor én voltam egy ilyen szörny, ismered a darabot, van az a szörny, mindig megjelenik, és olyan a fátum, ugye, és van egy rész, hogy az Éva ott rosszul lett, és ez olyan, én meg ott fölötte ilyen hadovázok, maszkba, borzalmas, ilyen raffia, izé volt, szörnyen néztem ki, és ott volt az Éva, és ennyire közelről láttam, és ugye ő azt játszotta, hogy ő szenved, és az volt bennem, hogy Jézus, én miattam van, hogy Úristen, nehogy rosszul legyen tényleg, és hogy most persze nyilván jól csinálta a dolgát, nem is ezzel gond, de nagyon emocionális volt az egész, még a partnernek is, fantasztikus volt. Később játszottál vele egyébként, vagy ez volt az egyetlen ilyen? Nem, játszottunk a főiskola alatt. Főiskola alatt volt egy előadásunk, a beszédvizsgánk volt a két osztálynak együtt, a Médeia című darab. És a Valló Péter rendezte, és meghívta a főszerepre a Rutkai Évát, és az egri játékokon fönn a várban játszottuk. Tehát mindent mi játszottunk körülötte, tehát a férfiak, a szolgálók, tehát minden más szerep az a főiskolás évfolyam volt, és az Éva volt a Médeia, és hát az is egy fantasztikus találkozás volt. Amikor egy fiatal színész, vagy később, tehát egy ifjú színész, egy ilyen hihetetlen, nagy mitoszt körülvevő szárral együtt dolgozik, az tényleg olyan... hogy mondjam, meghatározó, vagy olyan furcsa érzés? Vagy neked volt ilyen, hogy Úristen, én most együtt léphetek, most jelen esetben Rutkai Éváról beszélgettünk, vagy tudom én, Besenyei Ference, most mindegy, hogy férfi vagy nő az illető, hogy Jézusom, én ezt mindig néztem, és most együtt itt állhatok vele, és meg kell, hogy feleljek neki. Nálad volt ilyen? Igen. Szorongásos rész? Nem jó a szorongás, ez egy nagyon összetett érzés, hanem katarktikus, talán ez a legjobb szó. Emlékszem, a Páger Antallal is játszottunk, pont a kőműves. Tehát a megfelelni akarás, hogy igen. És az, hogy azért látja az ember, hogy ők a szemük sarkából figyelnek, és tudják, hogy itt vannak a jövendő kollégák, a palánták. Tehát ők már biztos súlyozzák, nyilván nem ezzel törődnek csak, de látnak, hallanak, érzékelnek, veszik, hogy ki, milyen a kisugárzása, stb. És nyilván az ember szeretné amúgy is, mert ugye ott van a pálya elején, akkor pláne van benne ez, de hogy hú, vajon mit gondol rólam, hogy most akkor... Jött visszajelzés így egyébként? Jövögetett, nyilván attól függően, hogy ki mennyire volt olyan helyzetben, vagy mit tudom én, akkora szerepe, hogy reagáljon rá, mint partner, vagy pedig hogy kerültünk olyan helyzetbe. Váltottál-e ki a pályád alatt, és aztán ezután a rész után majd egy kis színházi részletet fognak látni a nézők, váltottál ki szélsőséges érzelmeket kollégákból? Hát biztos váltottam, ez nagyon-nagyon... Ezen én nem gondolkodtam. Jó, olyan már volt, hiszen ez adva van mindenkinek, tehát bennem is van, hogy mit tudom én, a partnerba beleszeret az ember. És olyan is volt, hogy belém belem szerettek, hát régebben természetesen. Természetesen. És mondjuk, tehát ez egy szélsőséges emóció. Nyilván van olyan is, amelyik negatív, de azért én ügyelek arra, hogy én ne utáltassam meg magam, tehát inkább arra vigyelek, hogy inkább kevesebbet beszélek, és csak arra szorítkozom, ami a dolgom. És általában mindenki erre szokott szorítkozni, hiszen sokan vagyunk, sokfélék, az egyik így jó, a másik meg úgy jó, tehát ezt hagyni kell. Színészek nagyon érzékeny közeget tudnak teremteni. Igen. És hát azért állandóan megy a csacsogás, ugye. De hát ez így van, jól ez egy ilyen, hogy mondjam, mindig úgy érzem, hogy egy ilyen felnőtt napközis táborban élünk, ahol mindenki, ugye van menza, csacsogunk, kicsit árulkodunk, játszunk, felháborodunk, hogy a másik csal, stb. De ez jó, én is részese vagyok, tehát nem úgy mondom, hogy ez fúj.
sőt. De nem, azt hiszem negatívat nem tudom, hogy nem tudom. Vagy pedig gondosan titkolták. Lassan kezd kibontakozni a személyiséged itt a nézők előtt. Lehet, hogy nem olyan kérdések által, mint amik a szokásosak, de hát megpróbáljuk kibontani. Színház, milyen színházhoz kapcsolódó felvételt hoztál magaddal? Hát ugye már a főiskola után én a Rockszínházhoz kerültem, és a Rockszínházban volt egy nagyon-nagyon, több nagy szerepem volt, de talán a legjelentősebb az volt, amit 1994-ben Szegeden mutattunk be, egyébként most nyáron mutatják be újra, és ez a Miss Saigon volt, és ebben én voltam az egyik professzor, hárman voltunk, a Kaszás Attila, Szolnoki Tibor meg én felváltva, és hát ez egy óriási előadás volt, aki látta, akkor azt tudja, és ezt én is úgy őrzöm magamban, mint életem egyik nagyon szép fejezete, és nagyon örülök, hogy megvolt, és ebből egy a professzornak a nagy számát hoztam, egy korabeli felvételről, a címe az Amerikai Álom. Következik akkor az Amerikai Álom. Mit súg az illatos szív, hogy a nagy álom fív? A Hiltonban ezer egy év. A nagy álom hív. Sok felpumpált melkő kemény, s a nagy álom hív. Zsarpejre vitt, ha mind kér, a nagy álom hív. A Times Square a jó bőröké, a nagy álom hív. A zsernyáknak is jut egy kis lé, a nagy álom hív. A sitten is fitness center, a nagy álom hív. A színpadon South Fred Astaire, the American Dream. Végy belépőt, bangsd a pesgőt. Én nálam kös, az én álmom hív. A főiskola után a Rockszínházba kerültél. A Rockszínház egy picit mindig kilugott a magyar tradicionális színházi világból, ugye Miklós Tibi eleve egy meghatározó volt, nagyon ikó, stb. De remek sztárok kerültek ki onnan, de mindig a modernebb műfajt képviselte a színházon belül is. A Miss Saigon pedig egy meghatározó darab volt, ugye ezt tudjuk, hiszen akkor még az ember a politikai helyzettel sem volt annyira tisztában, fogalma sem volt, hogy most akkor mi is történt Vietnámban, egészen más tanultunk annak idején. Amikor ti a darabot csináltátok, voltak-e benned kérdések a Miss Saigonnal kapcsolatban, vagy a politikai helyzettel, vagy ezzel kapcsolatban, vagy pedig a darab mindent tisztává tett? Nem voltak kérdések. Mondjuk visszakanyarodok, miután én Algériában voltam, az ottani rádióban én hallottam, hogy mi történik Vietnámban, és másról szóltak a hírek, mint itthon. Tehát azért ezt tudtam. Tehát egyébként csak nagyon röviden, inkább olyan daraboknál voltak ilyen politikai napi áthallások és furcsa helyzetek, mint például az Evita, aminek a bemutatóján eljött ugyanaz a argentin nagykövet, majd felállt és hazament, mert hogy tehát az Evitának ezt a fajta megfogalmazását, amit a Webberik darabja képvisel, ők ezt nagyon eltartják maguktól, és abszolút nem fogadják el. És a másik például az volt, amikor megcsináltuk a Stefan Heimnek a Krónikás című darabját, aminek Kocsák Tibor írta a zenéjét, és Miklós Tibi a szövegkönyvet, de mondom, Stefan Heim regényéből, a Dávid király krónikájából írták. Ő ugye egy NDK-s író volt, aki kiment nyugatra, és teljesen listán volt. És nagyon nagy zűr volt, mert ez 84-ben volt. És hát azért ez kőkeményen arról szól, áthallásokkal, ami volt az NDK, meg egyáltalán a keleti parancsuralmi rendszer, meg diktatúrák. És hát ott nagyon-nagyon úgy volt, hogy lehet, hogy be sem mutatjuk. Tehát ott ráadásul ugye a Rockszínház a KISZ-hez tartozott, tehát nagy bátorság volt egyáltalán színpadra tűzni, de megértem, mert nagyon jó mű, és egyébként nagyon sajnálom, hogy nem játsszák, mert
mind a két Tibornak nagyszerű műve ez. Egyébként nem is, megmondom egész őszintén, én sem hallottam róla. Nagyon. Mennyi idő után vették le? Vagy direkt azért nem vették nem, le? Nem lett levéve, tehát ugye nem volt a Rokszínháznak állandó játszási helye. Tehát mi zömmel nyáron játszottunk, amikor szabadtéri színpadok voltak, vagy sportcsarnokok. És azért minden évben természetesen törekedtek arra, hogy legyen új bemutató, és akkor így jöttek egymás után, hogy akkor jött a Superstar, akkor írtak a Csemergérzal, meg a Szakcsillakatos, írták a Bestiát, akkor jött a Nyomorultak, tehát minden nyáron volt egy nagy ágyú. És akkor nem fért műsorra, mert évközben alig tudtunk játszani. Hogyan kezeltek rockszínházasokat, titeket, színészeket a többi színházak? Külön szigetet alkottatok? Éreztették ezt veletek? Én abszolút éreztem, nyilván ez nem volt kimondva, de én abszolút éreztem, sőt azt is éreztem, hogy amikor megszűnt a Rokszínház, sok ember megkönnyebbült, hogy de jó. Hát végül is a mi rómjainkból lett helye a mostani musical játszó színházaknak, amik remekek. Hát akkor még a Madács nem játszott musicaleket. Nem sokkal utána kezdték. Nem sokkal utána kezdték. Tehát végül is lett egy űr általunk, ahova nagyon ügyesen beléptek, és nagyon jól is csinálják. Tehát ezzel nincs semmi gond. Miért a Rokszínházat választottad? Azért vagy ők választottak téged, ezt nem tudom. Igen, hát ugye jöttek tárgyalni, akkor, mert akkor még megnéztek a színigazgatók minket, főiskolásokat. Ennek volt egy kis éle. Igen. És nem tudom miért, megmondom őszintén, lehet, hogy beképzelten hangzik, nem akartam vidékre menni, mert úgy éreztem, hogy aki lemegy vidékre, ha nem jön föl onnan egy-két éven belül, ott ragad. Akármilyen jó, ez így van. És egyébként meg kell mondjam, a pályámon azt láttam, hogy olyan remek színészeket, olyan énekeseket láttam, hallottam vidéki nagyszínházakban, akikről soha senki nem hallott a város határán kívül, és nem is fog. És azt is láttam, hogy nem tudom miért, de sajnos valahogy a fáj ezt kimondani, de sajnos valahogy úgy látom, hogy több emberből, nem mindenkiből, természetesen több emberből ilyen káros szenvedélyeket hoz, kilásd ital. És ez szörnyű, amikor azt látom, hogy fiatal ember, nem mindenki, de van, akiből kihozza. Hát persze, már úgy érzik meg, hogy ott igen, ragadnak a sikertelen. Igen, nincs motiválja valószínűleg. Tehát még olyanokat is láttam, akik ott minden nap játszottak, minden nap próbáltak, tehát lehetőségeket kaptak, jól is csinálták, de valami miatt valószínűleg érezték ezt, hogy ez csak ide szól. És nyilván minden színész többet akar. Nyilván azt akarja, hogy hatása legyen a nagyvilágra. Ehhez kapcsolódóan mi a véleményed? Most nem is kérdezem, meg úgyis tudom, mi a véleményed. Meg mindenki tudja erről a mai celebvirágról, mert végül is nem akartál volna bekerülni egy ilyen sorozatba? Vagy hogyan működik ez egymás között? Ugye, hogy hát ott kéne lenni a jóban, rosszban van, vagy a meg tudom én a másik. Voltam. Te voltál benne? Általad említett, én ki nem mondom a címet, de, mert ugye nem szabad. Én voltam mi benne. Mi közszolgálni mondhatjuk is. Két-három napot, pont a múlt évben. De hát az epizód végén meghaltam, tehát ennyi volt. Rossz szerepet írtak. Viszonylag. De sorozatban lenni abszolút jó lenne, miért ne lenne jó? Hát az nagyon jó, az embernek csinálni kell. De hát nyilvánvaló más kell. Ugye castingok vannak, nagyon kellenek a fiatalok, sőt, a nagyon fiatalok kellenek, hát valljuk, mert én már ehhez, bár nem érzem magam annak, de hát akkor is öreg vagyok, tehát egy 17 éves mellé oda állítanak, ott üvölt, hogy hát az a másik, az nem 17 éves. És az kell, hogy fiatal lányok, szépek, baba arcúak, gyönyörű bőrük. Hát gondolom, igen, hát az, aki adja a pénzt a pénzre, vagy a filmre, az nyilván ő megszabja, hogy na akkor ez legyen, az legyen, amaz legyen, és ezt akarom látni, azt akarom, hát üzlet, nem? Vidékre soha nem is mentél el játszani? De darabszerződés azért elmentél. Hogy játszottam Szegeden, játszottam Győrben, többször játszottam Debrecenben, nagyon szerettem. És nagyon szerettem a kollégákat, nagyon szerettem ott játszani. De úgyhogy egy évadra vagy darabra mentél? Darabra mentél. Most is egyébként csinálunk egy darabot Győrben, aminek már megvolt az előbemutatója, és szeptember 24-én lesz a bemutató, egy nagyon-nagyon jó musical, a Vörös Pimpernel. És tényleg nagyon jó darab. Nagyon szeretem, Molnár Laci rendezte, és a Kós Réka, a remek kolléganőm, akit nagyon szeretek, meg a Bot Gábor a két abszolút főszereplő, és hát van benne egy fiú, vagy férfi banda,
akiknek a leghálásabb számokat írtak. Nem is tudok más műzikert, ahol egy ilyen 10-12 fős fiú csapatra egy ilyen jó bomba siker számokat és helyzetet írtak volna. Nagyon jó. Ezt most 12-én mutatják be? Szeptember 24-én. Még jó, hogy rákérdeztem a dátumra. Igen, hogy nehogy aztán. Mert egyébként érdekes, hogy a színházba járó közönség szívesen megy le premierekre, vagy vidékre darabokat nézni. És most már egyre inkább. Igen. Ebben igen. Tehát olyan szempontból, ugye azt mondjuk, hogy a teljes válságban van a színház, stb. És mégis azért a jó darabokra megtelnek a színházak. Egyébként a magyar nép az egy ilyen. Tehát nagyon sok mindent le lehet mondani a magyarokról, de ez igaz. Imádnak színházba járni, hála Istennek, és tessék megtartani ezt a szokásukat. De hát tényleg, azért más egy színház. Egyszerűen szeretnek, áldoznak rá, figyelik, és ott szeretnének lenni. Ez nagyon jó dolog, mert különben, szóval ez egy nagyon jó mérője a helyzetnek, hogy dacára annak, mert tényleg válság van, ezt tudjuk, és azt is tudjuk, hogy magasak a színházjegyek relatíve, tehát nem kis teher egy 4 fős családnak elmenni. És ezzel együtt látjuk, hogy nagyon sok előadásra konkrétan nincsenek jegyek. Ez nagyon jó dolog. Melyik volt a kedvenc darabod? A kedvenc darabom? Hát most meg leszel lepve. A Csárdás királynő. Jó. Egyébként beszélgettünk idáig a sok-sok-sok-sok musicalről, igen. És akkor ez megadja most a végszót, tehát akkor most következik egy musical. Mi lesz? Akkor legyen ez a Vörös Pimpernel, legyen jó? Legyen a Vörös Pimpernel, így van. Pont és aztán folytatjuk szám. Az operettel. Ez kell hát, hogy megnyerjük a játmát. Könnyebb, ha egy állarc véd, mintázom, ha kell szép Leopátrát állarc véd. Lesz nagy feltűnés, ez kell zseni, ez friss divat, ez kell zseni, sassz és csatti, csillog a máz, gyere játsz, fess kérd itt játsz. Szeptember 24-i bemutatóra várjuk Önöket is, illetve az utána levő darabokra is le lehet majd menni, illetve el lehet menni. Milyen hülyeség, látod, te is azt mondtad, hogy lemegyünk vidékre, és az lehet éjszakon, vagy keleten-nyugaton, és azt mondjuk, hogy lemegyünk borzasztó, és mondtam, hogy most Győrbe le lehet menni, tehát föl lehet menni északnyugat felé, és akkor el lehet menni Győrbe megnézni a darabot. És akkor néztem itt a szerepeket, mert marha jó, ilyen itt van a Mágnás Miskából, játszottad a Pixi Mixiből a Mixit, aztán játszottad a, meg tudom én, Lehár Luxemburgot, és akkor neked a kedvenced ezek szerint a Csárdás királynő. Igen. Szép. De szerintem, tehát nincs olyan színész, akinek ne... Tehát aki a Bónit megkapta, az megtapasztalta azt, ami leírhatatlan, és nem is tanítják így, hogy egyszerűen a Bóni az egy olyan jól megért szerep, és ugye tele van slágerekkel, hogy én például nem láttam rossz Bónit. Uh-huh. Mindegyik más volt, mert olyan erős a szerep, és olyan remekül felveszi azt az alkatot, amilyen az illető színész, hogy mindenkinek fenomenális sikere van, és mindenki óriási élvezettel csinálja. Uh-huh. Plusz ugye nekem az volt az első operett szerepem. A főiskolán sajnos ez nem volt tananyag. Tehát nem is tudtuk. Ráadásul én az a generáció vagyok, akik úgy nőttünk fel, ugye a 60-as években, hogy hát operett, ugye, hogy Honti Anna, Illés, Omega, minden, uh-huh. És hát ez szóban nem jöhet. Tehát jó, hát hallottunk ilyet, hogy Jaj, Cica, meg a Jányok, uh-huh. De hát ilyen jó van.
És hát éppen ezért volt is a műveltségemben egy nagy luk, például ez. És akkor elkezdtem csinálni a bónit, tanulni, és ez is ebbe van. A jányok itt van. Te rongyos élet, ez ebbe van. Jaj, cicat, ebbe van. Túl az operenciál, ebbe van. Hát mi csak, ha ugye a Hajmási Pétert tudtuk nagyon. És mondom, hogy ez hihetetlen, minden jó szám ebbe van. És egyébként remek a szövegkönyve, és nagyon jó a történet is. Nekem mondjuk ez a magyar verzió jobban tetszik, amit a Hontinak írtak, mert sokkal jobb azzal, hogy megemelték a Ceciliát. De, mert az például szinte prózában is elmenne zene nélkül, mert annyira jók a helyzetek. Meg mit szólsz, hogy átírták most a szövegeket az Operett Színházba? Hát mondtad, hogy remekek a szövegkönyvek, csak azért... Én nem írtam volna át, én azt szólom. Tehát ez egy olyan dolog, hogy minek? Biztos lehet jobbat, de hát amikor egy nép így tudja, hogy jaj, cica, és azt szeretné énekelni vele. Igen, ez nagyon fáj, nekem is érte a szívem. Én ezt nem, tehát ennyire nem kéne moderníteni. Meg lehet próbálni. Majd 100 év múlva meglátjuk, melyiket dúdolják. Én szavazok a jaj, cicára. Tehát akkor az operettek közül, vagy az összes darab közül, ugye a Bóni volt és a Csárdás királynő a legkedvesebb, és a prózaiak közül? Hát sajnos próza nagyon kevés adatot meg, ugye lévén, hogy prózán végeztem, alig játszottam prózát. De miért alakult így? Hát a Rockszínház miatt. Rockszínház, és akkor onnantól kezdve. Tehát akkor abból gyakorlatilag nagyon nehéz volt kilépni. Nagyon. Abból a skatuljából. Nagyon, hát nagyon nehéz most is, mert én szívem szerint mind a kettőt csinálnám. Tehát én ismerlek, tudom, hogy énekelsz, hogy játszol, és nem láttalak még prózai darabba, de most, ahogy így beszélgetünk, tökéletesen el tudlak képzelni egy drámai szerepkörben is. Én is el tudom magamat képzelni, úgyhogy nagyon szívesen csinálnám, és az utóbbi években szerencsére már adódott is erre alkalom, és annak nagyon örülök, hogy vígjátékok jöttek, mert azért van egy lemaradásom, tehát valahogy úgy érzem, lehet, hogy nem igaz, lehet, hogy tévedés, tehát hogyha az ember nem azt csinálja, ugye mi 28 éve diplomáztunk, a osztálytársaim, akik, hát most elmondom a népsort, nem kis nevek lettek. Eszenyi Enikő, Méhes László, Rátóti Zoltán, Kaszás Attila, aki sajnos már nem él, és Töreki Zsuzsa. Tehát olyan színészek, olyan színész kvalitásokat, hogy azt hiszem mindenkit ismer mindenki, nem kell senkit bemutatni. Tehát ők abba dolgozták bele magukat, valószínűleg én mindig úgy érzem, hogyha most velük kerülnék össze, lehet, hogy nem igaz, de úgy érzem, hogy akkor legalábbis kezdetben volna bennem, mert érezném azt a rájuk rakodott 28 éves prózai rutint és fejlődést, ami rajtam nincs. Valószínűleg zenésbe fordítva lenne, nyilvánvaló, de engem nagyon érdekel a próza, mert én nem véletlenül mentem prózaszakra, tehát nem mehettem volna zenészszakra is, de nem akartam, mert ezt szerettem volna csinálni. És én úgy gondolom, hogy a zenésben is nagyon sokat segít. Az, hogy az ember úgy közelíti meg, úgy gondolkodik, és úgy akarja megcsinálni, hogy megfeleljen annak is. Tehát, hogy nem csak úgy mond ágálok, és azt mondták, hogy menjek jobbra kettőt, és nézzek a partnernőre, mert nyilván több kérdőjel felvetődik az emberben egy szerep felépítésekor. Tehát jöttek vígjátékok, ide akarok visszatérni, és ezeket nagyon szerettem, a Karinti Színházban csináltunk hát egy őrületes vígjáték, őrület a darab, az őrült nász az volt a címe, és ez az őrült nők ketrecének a harmadik része volt, és konkrétan, tehát egy tébolyulat az egész, de nekem egy nagyon jó szerepem volt benne, én voltam a néger szolgálólány, nagyon élveztem, nagyon jó volt, soha ilyet nem csináltam, soha ilyet nem is akarnék igazából csinálni, de valahogy a Karinti Marci megkeresett, és én megmondtam, hogy jó, persze, de nem is gondoltam, hogy ez ilyen sikeres lesz. Nagyon nagy siker lett, és a nézők imádták, sajnos már lement, tehát levették, viszont csinálom szintén egy nagyon jó szerepet, a Száguldó Orfeummal csináljuk a Női furcsa párt, a Neil Simonnal, és ugye abban van két férfi, ellentetben a eredeti furcsa párral, itt ugye két férfi jön be, hálás kabinet, egy jó 10 perces zárt jelenet, és hát azt is nagyon élvezem, ott a Hűvös Völgyi Ildikó meg az Iváncsics Ica, az Ica, aki egyébként évfolyamtársam volt, ők a
főszereplők, és akkor mi jövünk oda megkavarni a dolgokat. Hát ez nagyon jó megélni ezeket a dolgokat. Tehát akkor ebben még most láthatnak a nézők. Hogyne, ez most lesz, igen, most, illetve most már ugye 2 éve műsorom van, és járjuk vele az országot, úgyhogy a következő hónapokban elő fogunk fordulni szinte az ország minden pontján. Na, akkor most már nagyon elszaladt az időnk, úgyhogy akkor most tényleg csináljunk egy ilyen kis összegzést a végére, hogy most, hogyha a beszélgetés végén azt mondja valaki, de csak megnézném én élőben ezt a Bardóczy Attilát, akkor hol, mikor, merre, melyik színházban, milyen szerepben? Győrben, tehát szeptember 24-től, hál' Istennek, nagyon sokat fog menni a Vörös Pimpernel, a Győri Kisfaludi Színházban. Akkor a Szágúdó Orfeummal, amelyik turnézik, tehát vidéki színházakba, illetve inkább művelődési házakba jár a Női Furcsa Párt, és ezen kívül... De az hát, melyik társulatta van? A Szágúdó Orfeum. Nem, melyik az a társulatnak az a neve? Az a neve a társulatnak, igen. És... Azt hittem a darabnak a neve. Bocsáss meg. Nem, az a Női Furcsa Pár, Neil Simon. Furcsa. Jó, igen, jó. És a Várban, a Borfesztiválon pedig... itt Budapesten szeptemberben találkozhatunk, mert remek zenész kollégáimmal, Orosz Zoltán harmonika művésszel, francia sanzonokat fogunk énekelni, lévén, hogy az idei Borfesztivál díszvendége Franciaország lesz. Várjuk Önöket szeretettel mindegyik előadáson, a Borfesztiválon, vidéki városokban, vidéki művelődési házakban és Győrben. Nagyon sok szeretettel. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én nagyon köszönöm a meghívást, nagyon jól éreztem magam. Milyen zenével búcsúzunk a nézőktől? Hát egy vidám kis musicalt gondoltam, és egy remek kolléganőmmel éneklem, Déta Renikővel a Money Money-t a kabaréból. Hogy legyen mindenkinek pénze az elkövetkezendő évadra és évekre, és hogy ne menjen tovább fölfelé a svájci franknak az ára. Ezzel búcsúzunk, szerdán esti időben című műsorunkat látták kedves nézőink Bardóczy Attilával. Egy hét múlva ismét várom Önöket, viszontlátásra. Stay with it, baby, and that's all I ask of you. Közel 100 éve jelentek meg az első taxik Budapest utcáin. Azóta sok minden más lett. De van, ami nem változott. Főtaxi 2-222-222. Hozza magát kirobbanó formába a Forma Vital Celsus alakformáló csomag tablettáival. Most ajándék Notox méregtelenítő tea keverékkel. További információ honlapunkon www.naturshop.hu, www.celsus.hu. Kerületének legfrissebb akcióival, TV műsorral minden héten postaládájában a Budapesti Piac. Budapesti Piac lapcsoport. Az első lépés a vásárlásban.
Mitől profi a profi? Az első magyarországi élelmiszerdiszkont hálózat. Több mint 20 éves kereskedelmi tapasztalat. Magyarország első profi saját márkás terméke. Kiváló magyar élelmiszer minősítésű saját márkás termékek. A profi saját márkás termékeinek több mint 80%-át Magyarországon állítják elő. 2011. Nem csak a nevében profi, még több akció, nyereményjáték és profi termék. Profi. Megéri benézni.